Nyugodt tanév következik. 20 helyszínen tart megyei és fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciát az Oktatási Hivatal szeptember 6-áig. Hangulódás a tanévre. A legtöbb iskolában már alakuló tantestületi értekezleteket tartanak, az intézményekben pedig kisebb-nagyobb felújításokat, karbantartásokat végeznek. Feloldották a tilalmat. Ismét lehet magyar baromfit exportálni Európai Unión kívüli országokba is, ugyanis augusztus 24-től feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat. Húsz helyszínen tart megyei és fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciát az Oktatási Hivatal szeptember 6-áig. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A pénteki nyíregyházi konferenciára meghívott intézményvezetők a 2017-18-as tanév aktuális feladatairól, a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól, az iskola rendszert érintő beruházásokról és a pedagógus béremelés szeptemberben életbe lépő újabb üteméről tanácskoztak. Idén szeptembertől az adatok szerint mintegy 1,5 millió gyerek jár majd iskolába. Közöttük 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait az iskolákban, az óvodások száma pedig 314 ezer. A nemzeti tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én Nagykőrösön tartják a református templomban. Az első tanítási nap pedig szeptember 1-e lesz. A szakmai tanévnyitón elhangzott, a tankerületi központok rendszere az intézményfenntartói decentralizáció beváltotta hozzáfűzött reményeket. A rendszer jól működik, így egy kiszámítható, nyugodt és optimizmusra okot adó tanév kezdődhet el. A Klebersberg központ az iskola rendszer térségi fejlesztéseire Európai Uniós pályázatokból országosan 90 milliárd forintot fordíthat, és elkezdődött a pedagógusok bérrendezésének újabb üteme is. A napokban fog eldőlni, hogy mely pályázatot nyernek, és ezeknek a pályázatoknak az előkészítése, építése és az egész lebonyolítása az egyik legfontosabb feladat. Természetesen amellett, hogy a tanév megy mindenhol, és a minden szakmai munkát el kell végezni, és magas színvonalon kell elvégezni, illetve azt azért tudni kell, hogy mostanra erősödött meg, én azt gondolom, az 59 tankerületet, tehát mostanra teljesen letisztult a modell, és nagyon jól működik. A másik nagyon fontos előrelépés most szeptember 1-től, hogy a Klebersberg központ intézményhálózatán belül pótlékemelés történik, ami azt jelenti, hogy a középárfolyamon, mi így nevezzük, fogjuk finanszírozni innentől kezdve a pótlékokat, ami jelen esetben azt is jelentheti, hogy a jelenleg például 20.300 forintos osztályfőnöki pótlék akár 60.900 forintra is fölemelkedhet. Természetesen egy szempontsor alapján, amit az intézményvezetők a tantestület jóváhagyásával készítenek el, egy objektív mérés alapján lehet eldönteni azt, hogy melyik osztályfőnök hova lesz besorolva. Az Oktatási Hivatal legfontosabb feladata az informatikai rendszerében lévő adatok kezelése lesz, annak érdekében, hogy ezzel teljes képet kapjon a tanulókról és azok családjairól. Egész Magyarországon a hivatali szféra törekszik arra, hogy az állam birtokában levő állampolgári adatokat úgy használja, hogy ne legyen teher az állampolgárok számára, hogy újra és újra közölni kelljen a személyes adatait. Ez a mi részünkről azért nagyon érdekes, mert a köznevelési intézményekben nagyon sok adat kerül rögzítésre, és ettől kezdve ez a mi birtokunkba kerül. Tehát itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megtisztítsuk ezeket az adatokat. Idén a nagy szakmai, hivatali ellenőrzés fókuszpontjában is ez az informatikai rendszer áll, tehát hogy hiteles adataink legyenek az iskolai tanulókról, családokról. A konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője elmondta, az intézmény fenntartók felkészültek a 2017-2018-as tanévre, amelyben a gyerekekre vonatkozó legnagyobb változás az lesz, hogy 12,1 milliárd forintos állami támogatásnak köszönhetően az elsőtől 9. évfolyamig tanuló, mintegy 1 millió gyerek, azaz a magyarországi diákok 85%-a térítésmentesen jut tankönyvekhez. A legtöbb iskolában már hangolódnak a szeptemberi tanévkezdésre.
Alakuló tantestületi értekezleteket tartanak, az intézményekben pedig kisebb-nagyobb felújításokat, karbantartásokat végeznek. Újfehértón az önkormányzat 3 millió forintot fordított útkarbantartásra, illetve a közlekedés biztonságát segítő korlátok kihelyezésére a Kökény utcában és környékén. Ebből az összegből az általános iskola előtti járda is új burkolatot kapott. Térkövet raknak le az újfehértói általános iskola és alapfokú művészeti iskola Kökény utcai tagintézménye előtt. A nyári szünet végére az intézményben elkészülnek a felújítási munkákkal, rendezik az udvart, és kisebb-nagyobb karbantartási feladataik is voltak tanévkezdésig. Megtörténtek a nyári felújítások, az első és ötödikes tantermeket kifestették, a takarítás az iskola környékének a rendbetétele is megtörtént, illetve folyamatban van, úgyhogy megszépülve várjuk az első tanítási napon a gyerekeket. Az önkormányzatunk, igaz, hogy a tankerületi központ a működtetőnk januártól, de nem vette le rólunk a kezét. Az iskola eleje szépül meg éppen a napokban, az iskola előtti területet térkövezik. Bent pedig az osztálytermek nagy részét már kitakarították és előkészítették a diákok fogadására. Interaktív táblával, korszerű taneszközökkel már korábban fejlesztették az iskolát. Az első alakuló értekezletet tartották csütörtökön a pedagógusok. Összesen a két tagintézményben 759 gyerek jár, 40 osztályban tanulnak. A településen a két állami iskolában 68 első osztályos kezdi meg tanulmányait szeptemberben. A gyereklétszám stagnált, de a következő években több lesz a beiskolázható diák. Ezeket a tankönyveket elsőtől 8. évfolyamig már szétválogatták, és a jövő hét elején ki is osztják a diákoknak. Megérkeztek a tankönyvek, még augusztus elején a kollégák már dolgoztak, szétválogatták osztályonként, évfolyamonként. Ebben a tanévben minden gyermek ingyenesen kapja a tankönyvet, és a jövő héten, hétfőn, illetve kedden fogják a szülők átvenni mindkét tagintézményünkben. A két tagintézményben emelt szintű énekzene és matematika oktatás mellett ettől a tanévtől alsó tagozaton szakköri formában informatikát, illetve idegen nyelveket is tanulhatnak a diákok. Ismét lehet magyar baromfit exportálni Európai Unión kívüli országokba is, ugyanis augusztus 24-től feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat. A csaknem egy évig tartó embargó miatt az ágazat jelentős árbevételtől és piactól esett el. Lassan 10 hónapja nem szállíthatnak a magyar feldolgozó üzemek az unión kívüli országokba baromfi húst. Ez óriási piacvesztés volt, mondta el az egyik legnagyobb hazai baromfi feldolgozó üzem, a Mastergut Kft. Tulajdonosa Bárány László televíziónknak. Mint ismert, a madárinfluenza járvány itthon 2016 novemberében Békés megyében jelent meg. Óriási károkat szenvedett el az ágazat. A fertőző és gyors elhullást okozó betegség terjedése miatt majdnem 3 millió baromfi veszett oda, de károk érték a feldolgozó üzemeket is. A kisvárdai baromfi feldolgozóban évente 110 ezer tonna csirkét dolgoznak fel, a cég árbevételének 70%-a exportból származik, ezért jelentős bevételtől estek el az embargó miatt. Azok a konkurens országok, elsősorban a Nyugat-Európai Uniós baromfis nagyhatalmak, hollandok, lengyelek, németek, franciák hasonló problémával szembesültek, és hasonló károkat szenvedtek a madárinfluenza miatt, mint Magyarország. Így ezekre a piacokra ők nem tudtak bennünket se beelőzni, se beszállítani. De azért a világ azért globalizált, és ott voltak az amerikaiak, ott vannak a brazilok, akik azért nyomolnak ezekre a piacokra. Bizonyos értelemben ezeket a piacokat vissza kell, hogy kérjük a korábbi konkurenseinktől, hát nyilván ez nem egy egyszerűsített kérelem formájában történik, hanem ezt úgy hívják, hogy erős piaci verseny. A tilalom feloldásával Japánba, Dél-Koreába, Tajvanra, Dél-Afrikába és Kanadába is újra elindulhat a baromfi kivitel. Itthon a madárinfluenza veszélyének csökkentésére szigorítottak az állattartás feltételein, amit idén szeptemberben ellenőrizni is fognak a szakhatóságok. Olyan helyre, ahol nincsenek meg a minimális állattartás feltételei, nagy üzemi állattartásról beszélünk, több ezer baromfis állattartó telepekről, ahol ezek a feltételek hiányoznak, egyszerűen a hatóság
szigorúan fellép, ellenőriz és nem enged állattartást és állattelepítést. Így egyfajta veszélyminimalizálás megtörtént. Állami kártalanításban azok a baromfitartó telepek részesülnek, ahol teljesen odaveszett az állomány, mondta el az ügyvezető. A legnagyobb kár a kacsa és libavágó üzemeket érte, volt, ahol egyetlen víziszárnya sem maradt meg. Hiány volt kacsa és libahúsból a tavalyi évben, még csak most kezd a termelékenységi szint ismét emelkedni. Uniós jóváhagyás után a feldolgozók 2 milliárd, az állattartó telepek 2,5 milliárd forint állami támogatást kaphatnak. Jelentős változásokra kell számítani a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony fővonalon és a csatlakozó vonalakon utazóknak a Püspökladány-Debrecen vonal szakaszon, tájékoztatott a MÁV. A menetrendek azért módosulnak, mert augusztus 26-án pályafelújításokat kezd a vasúttársaság, amelynek első munkafázisa október 31-éig tart. A vágányzár ideje alatt módosul a menetrend a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon. A Budapest-keleti és Budapest-nyugati pályaudvar közötti úgynevezett kör Intercity vonatok mindkét irányban csak Nyíregyházáig közlekednek majd. Így a közvetlen Intercity-vel történő továbbutazást nem tudjuk biztosítani Nyíregyházán egyik irányban sem. Az átépítés miatt az Intercity vonatok 15-20 perccel hosszabb menetidővel közlekednek Budapest felől a Püspökladányon túli állomásokra, illetve ennyivel korábban közlekednek Püspökladányig a keleti ország részből Budapest felé. A Budapest keleti Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal Miskolc és Nyíregyháza közötti szakaszán is változik a menetrend. A nyíregyházi IC csatlakozások és a kör IC vonatok rövidebb útvonala miatt. A Debrecen-Tiszalök vonalon minden második vonatpár menetrendje módosul, hogy a Debrecen-Budapest irányú IC csatlakozások minél több vonatnál megmaradjanak napközben. A Debrecen-Mátészalka vonalon is változik a menetrend. Debrecenben a fővonalon módosított menetrend alapján közlekedő IC vonatokkal csak az egyik irányban lehet megoldani a jelenleg egyébként mindkét irányban megfelelő csatlakozásokat. A módosított menetrend életbe lépésétől viszont csak a fő utazási irányt részesítik előnyben a csatlakozás tekintetében. Hétköznapokon hajnaltól délig a Mátészalka Budapest irányba, délutántól pedig a Budapest Mátészalka irányba, vasárnap pedig egész nap a Mátészalka Budapest irányba lesznek rövid idejű vonatcsatlakozások. A Tiszalök Görögszállás Nyíregyháza vonalon a módosítások miatt a görögszállási csatlakozások megőrzése érdekében szinte mindegyik vonat menetrendje módosul, és több járat nem áll meg hajnalos megállónál. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos tájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV csoport honlapján a vágányzári hírek között érhető el. Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfo alkalmazásban és a MÁV Direkt telefonos ügyfélszolgálatánál is a 061-349-4949-es telefonszámon. Kábítószerre bukkantak a rendőrök egy nyíregyházi lakásban. A rendőrkapitányság munkatársai Örökösföldön ellenőriztek egy férfit, akinél 3,4 g kábítószer gyanús növényi származékot találtak. Később egy keresőkutya segítségével házkutatást tartottak a férfi lakóhelyén, ahol több kábítószer tárolására használt rejtek helyet fedeztek fel. A szolgálati kutya által jelzett helyeken mintegy 190 g kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint H. Dezső rendszeresen árusította a tiltott szereket. A lefoglalt drogok egy részét a rendőrök eladásra előkészítve, kimérve és kicsomagolva találták. A rendőrök H. Dezsőt a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, majd indítványozták előzetes letartóztatását. Baleset történt csütörtök este Nyíregyházán, a Szegfű utcán. Egy kiforduló személygépkocsi ütközött egy szabályosan közlekedő motorossal, aki lezuhant a járműről. A mentők a sérültet kórházba szállították. Az anyagi kár mindkét esetben jelentős. A rendőrség a helyszínelés idejére lezárta az érintett útszakaszt, és eljárást indítottak a felelősség tisztázása érdekében. Rekordok dőltek meg Mátészalkán, de hogy melyek, arról hamarosan. Előtte viszont nézzük a híradó további témáit.
Ma délután Nyíregyházán elkezdődött a 36. nyírségi torna. A svájci rendszerű nemzetközi sakversenyen 4 korcsoportban több mint 100 sakkozó méri össze tudását a Continental Arénában. A verseny augusztus 31-én zárul. 16 csapat lép pályára a labdarúgó Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójában jövő szerdán, közülük még egy kört követően 4 együttes jut fel az országos főtáblára. Három országos rekord is megdőlt az első fényes úszáson Máté Szalkán. 367 fő összesen 1501 perc alatt 1664 kilométert úszott a Fényes Napok sportrendezvényén. Ez azt jelenti, hogy egy résztvevő átlagosan több mint 4500 métert, azaz 181 medencehozt teljesített. A Máté Szalkai úszó szakosztály ötlete alapján szervezett rekordkísérleten a tervezett 2 helyett 3 magyarországi rekord is megdőlt. Több városból is érkeztek úszók a fényes úszásra, például Vásárosnaményból, Debrecenből és Nyíregyházáról. A rekordkísérlet több mint 24 órán át folyamatos volt Máté Szalkán. A rekordkísérletből a legkisebbek is kivették a részüket, az 5 évesek még éjszaka is több kilométerhoz teljesítettek. A rendezvényre Bernek Péter és Verrasztó Dávid úszóbajnokok is elfogadták a település meghívását. Én nagyon örültem, hiszen 3 évvel ezelőtt Nyírbátorban is részt vettem a 24 órás úszás, és ugye Szilágyi Bélával nagyon jó baráti viszonyt ápolok, úgyhogy nagyon szívesen jöttem, és mondhatni így, hogy én rángattam a Maldájadot is, és mondtam a Bélának, hogy biztos, hogy ő is nagyon élvezi, és nagyon jól bánik a gyerekekkel. Inkább a szurkolás részét vállaltuk, meg egy 100 métert kellett úszunk itt bemutatónak, hogy ez pont elég volt nekünk, megmondom őszintén. A versenyt folyamatosan felügyelte a helyszínen a Magyar Rekord Egyesület, az elért sikereket pedig a helyszínen maga a szervezet elnöke hitelesítette. Örömmel tapasztaltam, hogy nem csak hogy szabályosan folyt a több mint 24 órás folyamatos úszásedzés bemutató maratoni csoportos váltó rekordja itt Máté Szalkán, hanem elismerésemet kell, hogy kifejezzem a szervezőknek is, mert ennyire fegyelmezett, jól szervezett és nagyon pontosan adminisztrált rekordkísérlettel ritkán találkozunk, pedig nagyon sok helyre eljutunk munkák során az országban. A rekordkísérlet a Máté Szalkai úszószakosztály ötlete volt. 3 hónapnyi szervezés után végül eredményesen zárták az első fényes úszást. Egy résztvevő átlagosan 4534 métert úszott, tehát 181 medencehoz teljesített. 1501 perc alatt összesen 1664 kilométert úsztak a rekordkísérlet tagjai. 2 darab rekordot szerettünk volna megdönteni, de hát 3 a magyar igazság, így aztán 3 rekordot is sikerült megdönteni. Ezek közül az első az a 24 óra időszaka alatt leúszható táv mennyisége, a jelenlegi magyar rekord most már 1620,7 kilométer. A másik rekord ugye az a távot és az időt jelzi egyszerre, az a csoportos maratoni váltóúszás, aminek a rekordját igyekeztünk megdönteni, ez pedig nem más volt, mint hogy 25 órán keresztül folyamatosan úsztak az úszóink, korábbi rekord 24 óra 37 perc volt. És végül, de nem utolsó sorban, ami számunkra is óriási meglepetés volt, hogy az úszásra regisztráltak száma is rekordot döntött, 367 olyan úszónk volt, aki vagy online, vagy a helyszínen regisztrált. A szervező úszószakosztálynak és az önkormányzatnak 40 diák és 25 felnőtt önkéntes is segítette a munkáját a pihenősátrakban és a bejárati regisztrációban. Ma délután Nyíregyházán elkezdődött a 36. nyírségi torna. A svájci rendszerű nemzetközi sakversenyen 4 korcsoportban több mint 100 sakkozó méri össze tudását a Continental Arénában. A verseny augusztus 31-én zárul. A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Az elmúlt években számos neves sakkozó ült asztalhoz a viadalon, amely továbbra is népszerű a versenyzők körében. Ezúttal is érkeztek határon túli sakkozók, és a hazai élvonalat is többen képviselik a népes mezőnyben. Most kis és szűkebb a mezőny, Ukrajnából és Magyarországról jöttek különféle tájegységekről a sakkozók, mind a gyerekek, mind a mesterek. Mesterek érkeztek határon túlról, illetőleg érkezett egy mester Budapestről is.
egy ifjú titán, majd kiderül, hogy a korábbi tornagyőztes Prokopisinnek áll a zászló, vagy a fővárosi egyetemista Csirik Andrásnak, vagy esetleg valamelyik másik fiatal tehetség fut be az A csoporton, a mesteri csoportban, a bajnoki csoportba. A több mint 100 résztvevő 4 kategóriában méri össze tudását a svájci rendszerű viadalon. 4 csoportban bonyolítjuk le a küzdelmeket. A mesteri csoport emellett még értékszámtól függően van egy B és egy C csoport is. Ezen 3 csoportban csak és kizárólag minősített, tehát jegyzett sakkozók indulhatnak el. A D csoport az pedig a gyerekeknek a szabadidős jellegű nem verseny sakk csoportja, ahol értékszám minősítés nélkül indulhatnak el a gyerekek 16 év alatt, bárki az utcáról bejöhetett és nevezhetett a versenyre. A nyírségi tornán holnaptól augusztus 31-jel bezárólag reggel 9 órakor kezdődnek a mérkőzések a Continental Arénában. A versenyhez kapcsolódóan szombaton 16 órától egy villámsaktornát is rendeznek a Kossuth téren. 16 csapat lép pályára a labdarúgó Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójában jövő szerdán. Közülük még egy kört követően 4 együttes jut fel az országos főtáblára. Az MLS megyei igazgatósága ismét meghirdette a Fair Play versenyt, így havonta díjazzák majd a bajnokságok legsportszerűbb csapatait. 35 csapat nevezett a Magyar Kupa megyei selejtezőjére, amelyben egy csonkakört követően egy fordulón már túl vannak a csapatok. A korábbi évekkel ellentétben, amikor kötelező volt az indulás, minden együttes a legjobb 11-ét küldte pályára, így jó néhány meglepetés is akadt az első 2 körben. A legváratlanabb talán a tavasszal amatőrkupa döntőt játszó Baktaló Rendház a korai búcsúja volt. Jó mérkőzéseket hozott az eddigi 2 forduló, voltak meglepetések, például ide tartozik az, hogy a Baktaló Rendháza, aki a tavalyi évben nem csak hogy a főtáblára jutott, hanem az amatőr kupa döntőig is ugye elmenetelt. Ő rögtön kiesett a második fordulóba az Ibrány ellenében, vagy például az is meglepetés, hogy ugye a Rakamas sem fog tudni már a főtáblára jutni. Igaz, ők a pályán ugyan nyertek mezőradányban, de a versenykiírástól eltérően többet cseréltek, mint amit lehetett volna, így muszáj volt a versenybizottságunknak kizárni a Rakamas csapatát. Így most jelen pillanatban csak egyetlen egy együttes, a Balkány duplázhat, tehát a tavalyi évhez képest idén is feljutott a főtáblára. A szerdai fordulóban tovább jutó csapatok szeptember 6-án játszanak még egy kört, és a 4 győztes kerül fel az országos főtáblára. A megyei igazgatóság tavasszal indította el sportszerűségi versenyét, amelyet a 2017-2018-as szezonra is meghirdetett. Elég nagy sikere volt, ahogy számítottunk rá, azért mindig, hogyha valamiért lehet versenyezni, azért jobban oda teszik magukat a csapatok. És tényleg igazából ezt azzal a célra hoztuk létre egyrészt, hogy ugye a fair play az nagyon fontos, és a sportszerűségi verseny nagyon fontos, másrészt pedig azok a csapatok, akik a bajnoki címért sem, és a kiesés ellen sincsenek úgymond veszélyben, és nem küzdenek ellene, legyen valamilyen plusz motiváció, plusz cél, hogy akkor legalább arra figyeljenek, hogy nagyon sportszerűek legyenek, minél kevesebb sárgalapot kapjanak, rendezésre figyeljenek oda, legyenek nagyon sportszerűek a pályán, és ez tényleg bevált, bejött. Nyugodtan mondhatom, hogy jó pár csapat tényleg oda tette magát, számogatták ők is a pontokat, jöttek, hívtak minket, telefonáltak, hogy hogy állnak, mint állnak, és mivel ilyen pozitív volt a foganatja ennek a Fair Play havi versenynek, ezért az igazgatóságunk úgy döntött, hogy ezt folytatjuk, továbbra is minden hónapba kiosztjuk. Annyi, hogy most nem 8 bajnokságunk van jelenben, hanem ugye nem 9, hanem 8 bajnokságunk van. Ez azt jelenti, hogy szeptember, október és november hónap legsportszerűbb csapatait is fogjuk díjazni mind a 8 pontvadászatban, mind a 8 bajnokságban. Vaka Árpád még elmondta, hogy az általuk szervezett NB3-as utánpótlás bajnokságban a hétvégén az U17-es és az U19-es csapatok elkezdik a pontvadászatot, a megyei bajnokságokban szereplő U14-es és U16-os együttesek pedig egy héttel később lépnek majd tétmeccsen először pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 20 helyszínen tart megyei és fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciát az Oktatási Hivatal szeptember 6-áig. A pénteki nyíregyházi konferenciára meghívott intézményvezetők a 2017-2018-as tanév aktuális feladatairól, a köznevelési rendszer fejlesztési irányairól, az iskolarendszert érintő beruházásokról és a pedagógus béremelés szeptemberben életbe lépő újabb üteméről tanácskoztak. A legtöbb iskolában már hangolódnak a szeptemberi tanévkezdésre, alakuló tantestületi értekezleteket tartanak, az intézményekben pedig kisebb-nagyobb felújításokat, karbantartásokat végeznek. Újfehértón az önkormányzat 3 millió forintot fordított útkarbantartásra, illetve a közlekedés biztonságát segítő korlátok kihelyezésére a Kökény utcában és környékén. Ebből az összegből az általános iskola előtti járda is új burkolatot kapott.
ismét lehet magyar baromfit exportálni Európai Unión kívüli országokba is, ugyanis augusztus 24-től feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat. A csaknem egy évig tartó embargó miatt az ágazat jelentős árbevételtől és piactól esett el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 25-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását. Délnyugat-nyugat felől többnyire száraz, egyre melegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszakán eleinte néhol még egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, majd kiderül az ég. A délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar délután este felé előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti jellegű hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Vasárnap is kánikulára van kilátás, de a napsütést egyre gyakrabban zavarják meg gomoly felhők és helyenként előfordul zápor, zivatar. Hétfőn egy hidegfront vonul át térségünk felett, felhőzetéből több helyütt is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A következő napokban túlnyomóan napos időben lesz részünk, általában kevés gomoly felhővel, csapadéknak kicsi az esélye. A jövő hét első napjaiban gyengül, majd kissé erősödik a nappali felmelegedés.